Megkezdődött a hagyományos éves szivarvásár a kubai fővárosban, Havannában. Több ezren keresik föl, hogy kipróbálják a termékeket, a kereskedők pedig üzleti lehetőségekről tárgyalnak. Kuba tavaly 531 millió dollár értékben exportált szivarokat világszerte. Ez 10%-kal több az előző évinél. A gyártók remélik, hogy idén is folytatódik ez a tendencia. Megerősítettük vezető szerepünket a világban. Nem csak a hagyományos exportországainkban növeltük az eladásainkat, hanem a feltörekvő piacokon is, például a Közel-Keleten és Kínában, magyarázza az Avanos cég társelnöke. A szivarexportból származó bevételekre nagy szüksége van a megszorításokra kényszerülő kubai kormánynak. Már csak azért is, mert Trump elnök 2017-ben szigorította a Szigetországgal szembeni amerikai kereskedelmi embargót.